Bácskos udvarva egyik jelképének, az öreg tölgyfának a szomszédságában működik a református óvoda. A református levéltár feljegyzései szerint Bácskos udvarva újjáépítésétől 1786-tól 1920-ig folyamatos volt itt a református egyházi oktatás. Ezt a hagyományt tiszteletben tartva nyitotta meg kapuit 2005-ben a református játszóház, amely 2007-ben államilag elismert óvoda lett. Az érdeklődés nagy, és azt kell mondjuk, hogy most is az új tanévre már 28 gyermekben van iratkozva, és várjuk, nincs még lezárva a jelentkezés. Eddig 2012-ben volt a legtöbb növendéke az óvodának. Akkor 52 gyerekkel foglalkoztak. Jelenleg az intézmény két csoportjában 42-en járnak. Ünnepelünk olyat, hogy Magyar Kultúra Napja, a Magyar Népmese Napja, tehát amit csak lehet, mindent beleviszünk, megtanuljuk már itt az óvodába a himnuszt, a szózatot. Ott jártunk, kor a gyerekek anyáknapi ajándékot hímeztek. A foglalkozások közben magyar népdalokat tanultak. Leszívva a fej, most jövök a tanyájon, sejha, ica, ica, kuko, ica, deca, a szeljetőn elhagyott, a legájvebb én vagyok, sejha, ica, ica, kuko, ica, deca. Bácskos udvarván a református egyház mindig is fontos szerepet játszott a nemzeti identitás megőrzésében. A Kun örökségre emlékeztet a templomkertben felállított szobor is.